Jó estét kívánok, köszöntöm a Szombathelyi Televízió nézőit, ez a fogadóra. Közeledik az önkormányzati ciklus vége, ideje tehát mérleget vonni. Folytatjuk beszélgetés sorozatunkat a város vezetőivel, a közgyűlés tagjaival. Mai műsorunk vendége Horváth Soma alpolgármester, a 4-es számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője az EN Szombathely színeiben. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást és üdvözlöm a Szombathelyi Televízió nézőit is. Az ilyen jellegű beszélgetéseket mindig egy általános rövid értékeléssel kezdjük, és javaslom, hogy ez esetben is legyen így. Hogyan tekint vissza az elmúlt bő 4 esztendőre, milyen célokat sikerült megvalósítani ez idő alatt? Elsősorban körzeti képviselőként, hiszen nagyon-nagyon sokat köszönhetek a Derkovicsiaknak, szeretném megköszönni az elmúlt éveket. Nagyon-nagyon sok fejlesztést tudtunk közösen megvalósítani a Derkovicson élőkkel. Tényleg rengeteg járda, parkoló, fogunk is ezekről beszélni. Parkolót is tudtunk létesíteni, játszóteret is felújítani, közösségi élmények indultak újra a Derkovics Városrészért Egyesülettel. Közösen nagyon sok programot tudtunk megvalósítani, nagyon jó volt az oktatási intézményekkel, az együttműködés az ott működő nyugdíjas klubbal. Egy igazi közösség, azt hiszem, a Derkovics lakótelep. Nem titok, hogy én ott is élek, ott szoktam bevásárolni. Derkovics a mi otthonunk. Első körben ezt mondanám. Alpolgármesterként pedig azt hiszem, hogy nagyon sok pozitív eredményt sikerült elérnünk a városgazdálkodás területén, és a kultúra területén is sikerült új programokat, újításokat, akár új fesztivál alapjait is letenni, úgyhogy én sikeresnek mondanám az elmúlt 4 évet. Persze mindig vannak megoldandó feladatok, meg mindig vannak kritikák, kell is, hogy legyen, mert attól működik szerintem jó, hogyha az ember nyitott a kritikára, de azt hiszem ez az a városvezetés, aki tényleg igyekszik meghallgatni az emberek véleményét, és az alapján meghozni a döntéseket. És ahogy említette, ezekről a témákról bővebben is beszélünk. Először a körzetet érintő témákat vesszük sorra. Mindannyian közlekedünk, és a legfőbb kritika a városlakók részéről Szombathely úthálózatát érinti. Jelentős felújítási program indult az elmúlt 4 évben, és folytatódik is. Hogyan érintette mindez a körzetet? Tehát akkor először az infrastruktúrális beruházásokról beszéljünk, utak, járdák, parkolók. Az egyik legnagyobb beruházás, ami nem ezt a választókörzetet érintette, de mégis, mert hogy 3 helyről is innen lehet megközelíteni, és a körzethatárváltozások után ide fog tartozni, az a Paragvári út felújítása volt. Én azt hiszem, hogy ha a szombathelyeket megkérdeztük az elmúlt 4 évben arról, hogy mi az az egyik út, amit fel kellene újítani, sokan használják, gyűjtőútról is van szó, a Paragvári biztos, hogy közötte lett volna. Én nagyon örülök, hogy ez sikerült megvalósítani. Külön köszönet Kopcsándi József képviselőtársamnak, aki ezért külön sokat harcolt, illetőleg a Bem József utcának az elején és a végén egy jelentős szakasz sikerült felújítanunk. Az elején a Váci Mihály utcáról megközelítve, ott önkormányzati forrásból, a másik oldalán pedig, ami a Bem és a Benedek utcát érinti, ez most történt egyébként az idei évben, ott a gázmű végzett egy nagyobb rekonstrukciót, és ilyen esetekben az önkormányzat általában nyitott arra, hogy azért, hogyha egy sávot megcsinálnak, akkor csináljuk meg normálisan a másikat is, és az önkormányzat ehhez 8 millió forintot biztosított. Így tudtuk tulajdonképpen tényleg egy jelentősebb szakasztot megújítani, de nagyon sok járdát is sikerült megújítanunk, csak egy-kettőt kiemelnék, a Bem József utca 19 mögött egy jelentős szakasz készült el 2020-ban, és az idei évben, ami például egy fontos momentum volt, a Szürcsapó utca 16-ban, 16 mellett sikerült egy szakaszt megcsinálni az épületek előtt, de kiemelném a Váci Mihály utca páratlan oldalán, a Váci 7-9-től egészen a szerintem sokak által ismert Váci Mihály utca közepén lévő zöldségesig, sőt még utána is jó pár méteren keresztül egy fél kilométeres sétány szakaszt tudtunk felújítani 2022-ben, ami azt hiszem, hogy az elmúlt évek egyik legjelentősebb járda felújítása volt a Váci Mihály utcában. A lakótelepi körzetről van szó, a parkolás az itt is probléma. Milyen irányú fejlesztések történtek, és fognak még történni a jövőben a tervek szerint? 2020-ban készült el a Szürcsapó utca 22 mellett egy 45 férőhelyes parkoló.
Egy parkolóépítés is, mint minden más fejlesztés is azért kap pozitív és negatív javaslatot és kritikát is, ez így történt, de végül is maximális kihasználtsággal működik, és az emberek elégedettek, mert tudtunk plusz fákat ültetni a környékre, bokrokat, cseréket elhelyezni, tehát tényleg ez egy elfogadott terület lett, és szükséges is volt. A legnagyobb probléma a parkolás. Nem csak a parkolóépítés fontos, azt gondolom, hanem a meglévő parkolóknak a javítása és az útburkolati jelek felfestése. Nagyon örülök, hogy idén a Bem József utcában több meglévő parkolóba vissza tudtuk festeni a burkolati jeleket. Ez sokban segít egyébként az ott élőknek. De igen, készülünk arra, hogy hol tudunk fejleszteni a Top Plus programba. Ugye ez az a program, amely Európai Uniós forrásból valósulna meg, amelyet a város kaphat meg, jelentős parkolófejlesztéseket helyeztünk el. Amennyiben ez az Európai Uniós forrás megérkezik, úgy több helyszínen tudunk építeni. A legégetőbb és a legszükségesebb az a Szürcsapó utca 4-6-8 környékén lenne, a Benedekelek utcánál. Ott konkrétan a Benedekelek utca végén van egy transformátorház, és ott van egy terület megtervezve, de a Bembusz forduló átalakítása is indokolt, és a Váci Mihály utcába is tervezünk most már parkoló, de engedéstervvel rendelkező elképzeléssel rendelkezünk, készültünk fel, tehát ott is tudunk parkolót bővíteni, és nagyon komoly reális esély van arra, hogy egyébként akár más forrásból is sikerül még az idén parkolót építeni. Ha ez így lesz, akkor itt már most tudom mondani, hogy ott a Szürcsapó utca 468 és a Benedekelek utca találkozásánál szeretnénk a parkolóhelyeket bővíteni, hogy mondtam, erre reális esély van az idejében. Ha egy picit még a közlekedés témájánál maradunk, kerékpárútfejlesztés történt-e a körzetben, illetve gyalogátkelő helyeket hogyan érintettek beruházások? Az egyik legjelentősebb és legkihasználtabb, és erre nagyon büszke vagyok, kerékpárút szakaszt tudtuk felújítani, ami a Szürcsapó és a Bem József utcát köti össze. Itt valamikor egy ilyen földes átmenő sétány volt, és 2002-2004 környékén lett aztán egy ilyen aszfaltos kerékpárút ott a Szürcsapó és a Bem József utca között. Egyébként itt mellette a járdát is sikerült egyébként felújítanunk ebben a ciklusban. Ez teljes mértékben önkormányzati forrásból történt, úgyhogy azért is vagyok erre nagyon büszke, és köszönöm egyébként a városvezetés és a közgyűlés támogatását. Illetőleg a Váci Mihály utca, illetve a Szent Imre Herceg út között sikerült topos Európai Uniós projektből megvalósítanunk egy jelentős kerékpárút fejlesztést, ami egyébként a vasúti töltésnél van az a találkozási pont, ami a Vácit és a Szent Imre Herceg utat összeköti. Itt szerették volna nagyon régóta a lakók, hogy a lépcsőt is meg tudjuk csinálni, illetve kicsit akadálymentesebben lehessen akár kerékpárt is feltolni itt a kerékpárútra. Ezt is meg tudtuk akkor valósítani, úgyhogy külön örülök. Gyalogátkelő helyek tekintetében én, amit kiemelnék, a Váci Mihály utcába azért nagyon sok panasz érkezik azzal kapcsolatosan, van is egyébként fokozottabb rendőri vagy közterületfelügyeletes jelenlét, hogy azért nagyon sokszor ilyen átszágódó útnak használják az autósok. Ugye nagyon sok jelzőrendszer már az elmúlt években kialakításra került, tehát már van olyan, volt olyan gyalog átkelő a Váci 7-9-2-4 környékén, ahol ilyen villogó lámpa lett kihelyezve pontosan azért, hogy lassítsanak, és a Váci közepén egy ledes jelzőrendszerrel ellátott okozzebrát sikerült kialakítanunk pályázati forrásból ott a zöldségesnél, ennek nagyon-nagyon örültek a lakók. Én azt tudom mondani, hogy kell még gyalogátkelő helyet létesítenünk. A Bem József utcában lenne rendkívül szükséges, a Bem József utca 2 és 17 környékén. Én szeretném azt, hogy a következő évben ezt meg tudjuk terveztetni majd, és a következő ciklusban, amennyiben majd támogatnak az ott élők, ezt meg tudjam valósítani. Lakótelep lévén viszonylag szűk a mozgástér zöld területek tekintetében, de fontos cél, hogy élhető maradjon és élhetővé váljon a lakótelep. E tekintetben milyen fejlesztések történtek, gondolok itt akár az 1000 fa programra, játszótér építésre, felújításra, vagy akár a takarítási akciókra, mert hogy az is ide tartozik. Nagyon sok szép zöld terület van a Derkovicson, tehát szerintem az egyik legszebb zöld terület, legtöbb parkkal rendelkező lakótelep, bár azt hiszem, hogyha behívnánk a
majd itt ülnének a lakótelepi képviselőtársaim, ők ugyanezt mondanák a saját általuk képviselt területekről is. De tényleg így van, hogy jó végig sétálni a Derkovicson és a játszótereken és a parkokon. Nagyon sokat tudtunk felújítani egyébként az elmúlt, és ezt 14-től mondom, mert az előző ciklusban is képviselőként sok ilyen fejlesztést tudtam elindítani. Amire idén nagyon büszke vagyok, és örülök, hogy ezt közösen el tudtuk érni az ott élőkkel, a Bem József utca 2 mögötti játszótérnek a felújítása. Ez tulajdonképpen a Váci Mihály utcának és a Bem József utcának is igazán jó volt, mert egy közösségi tér jött létre. Egészen a legkisebb korosztálytól az általános iskolás korosztályig tudják használni a játszóeszközöket a gyerkőcök, és sikerült egy pihenő park részt is kialakítanunk. A szépítő, Szombathelyi Szépítő Egyesülettel, ez a centenáriumi ligetnek állít egy emléktáblával, úgymond, emléket. Sajnos volt közben egy kis rongálása a táblának, akkor a Szépítő Egyesület megkeresett most tavaly, és akkor a fizetésemből ajánlottam fel egy kisebb összeget, hogy ezt a táblát tudjuk pótolni. De tényleg azt mondom, hogy ezen a játszótéren a legkisebbektől egészen a szépkorúakig mindenki megtalálja a számítását. És aminek külön örülök, hogy egy kültéri fitnesspark is létesült a Szőrcsapó 24 mögött, amit nagyon sokan használnak, és mindenki azt mondja, hogy örül neki, hogy nagyon szeretik a csónakázó tavat, de hogy azért mégis jó, hogyha hogy az embernek nem kell mindig oda elsétálnia, hanem akár ott a városrészen is tud élni ezzel a sportolási lehetőséggel, és vannak további terveink is a zöld területek, játszóterek fejlesztésére, szintén a TOP Plus programból a Szülcsopó és a Bem József utca 4 emeletes házai között terveztettük meg a zöld területek egykori játszóterek jelentős részét, ahol pihenőparkot vagy éppen játszóteret szeretnénk kialakítani majd a jövőben. Mennyire jellemző egyébként a Derkovics lakótelepen élőkre, hogy közösséget alkotnak? Én azt hiszem, hogy egy összetartó közösségről van szó, ezt is tapasztaltam az elmúlt években, és nagyon nyitottak voltak arra, az ott élők sokszor jöttek fogadórára is korábban, hogy jó lenne, hogyha még több közösségi programot tudnánk létrehozni. És itt az elmúlt 4 évben sikeresnek mondható, hogy nagyon sok családi napot, adventi készülődési programot, táncprogramot tudtunk létrehozni. Egyébként ebben nagyon jó partner volt a Derkovics Gyula általános iskola, Váci Mihály általános iskola, Mocorgóvi Pipitér óvoda, a Százszor Szép Bölcsőde, tehát az ott lévő intézmények is, nagyon köszönöm nekik, és a főszereplő a Derkovics Városrészért Egyesület volt. Egyébként ennek én is tagja vagyok, azért ott többen a helyi képviselők, pedagógusok, ott élők többen benne vagyunk, abszolút lokálpatrióta elven működő egyesületről van szó. Régóta osztunk karácsonykor képviselőtársaimmal és az egyesülettel csomagokat a Derkovicson élő rászorulóknak, és végre tudtunk kulturális programokat megvalósítani, így például most már 2 alkalommal a Derkovics családi nap került szeptemberben megrendezésre, óriási nagy sikerrel, ezt szeretnénk folytatni a jövőben. Szombathely a tánc fővárosa, volt egy olyan közös ötletünk az Energy Davastonnal, hogy hozzunk létre egy táncrendezvényt, és a Dómusz előtt sikerült egy nagyszerű programot megvalósítani, ővelük közösen, az iskolákkal közösen egy tánc flashmobot is be tudtak mutatni a környező iskolába járó diákokkal, nagy élmény volt. És a Bem József utca 2 mögötti játszótér is erre lehetőséget ad. Tulajdonképpen egy ilyen játszótéri avatóval üztük el a telet tavaly áprilisban egy kicsiknek és nagyoknak szóló játékprogramokkal, zenekari vagy zene együttes programokkal tudtuk szebbé tenni ott az április elejé pillanatokat, és ezt idén is meg fogjuk valósítani az egyesülettel közösen. Híradónkban többször beszámoltunk arról, hogy változnak a körzet határok. Viszont jegyző úr a belvárosi körzetekhez talán annyira nem nyúlt. Hogyan érinti mindez a 4-es számú választókerületet? Bővül-e? Bővül, de nem ismeretlen a terület. A szomszédos utcákról van szó. Akacs Mihály utca, Somogyi Béla utca, Szabó Miklós utca, Házácius Ferenc, Hargita, Forró, Szegedi Györgyné, a Paragvári út, a Dr. Szabolcs Zoltán utca, Uzsoki,
Patak, Kertész, a Bartók Béla körút egy jelentős szakasza, és a Tóth Géza tér is ehhez a városrészhez fog a jövőben, választókörzethez fog tartozni. Nagyon jól ismerem a környéket, mert ott lakom, illetve Kopcsándi képviselő úrral elég jól együtt tudtunk dolgozni az elmúlt években is. Én nagyon köszönöm az ő munkáját, hiszen ő nem indul a következő önkormányzati választásokon. Sok még a megoldandó feladat a Derkovicsi részen és ezen a területen is, de nagyon jó ötleteim vannak, a lelkesedésem is megvan hozzá, úgyhogy szeretnék ezért a térségért is ugyanolyan erőbedobással dolgozni, mint ahogyan tettem eddig a korábbi területen. Ami jó hír, és ezt most már itt be is jelenthetem, hiszen most már publikus, hogy szerintem ezen utcák közül a legrosszabb állapotban lévő Akacs Mihály utcának a legkritikusabb szakaszát, a Hargitáig tartó szakaszát, amennyiben a közgyűlés támogatja azt az útfejlesztési csomagot, amit polgármester úr a csütörtöki közgyűlés elé terjeszt, támogatja, úgy ezt meg fogjuk valósítani, még az idén elindul az építkezési folyamat, de más fejlesztéseket is tervezek ezen a környéken, például a Dr. Szabolcs Zoltán utcában ott van a játszótér, ahol szeretnénk majd egy kisebb ráncfelvarrást elvégezni a játszótéren. Foglalkozni kell a Patak utcának a parkolási problémáival. Itt meg van tervezve egy parkoló, amit szintén a Top Plus Európai Uniós programban szerepel, tehát meg lehet valósítani a következő ciklusban, én azon leszek, de addig is szeretnénk ott a parkolási problémákkal foglalkozni, megoldást találni már korábban is. És ami szerintem nagyon jó hír, hogy ott az István Lajos körutat is fel fogjuk tudni újítani, hiszen szerepel ebbe az útfelújítási programba. Szerintem, ha most kimennénk az utcára és megkérdeznénk autósokat, hogy mik azok a rossz utak, akkor ez most közöttük lenne, úgyhogy lesz fejlesztés, és egy komoly fejlesztési elképzeléssel és programmal készülök az ott élőknek is. Térjünk át az alpolgármesterséghez kapcsolódó témákra. Sok mindennel foglalkozik kultúra, városüzemeltetés. Mégis elsőként az infrastruktúrális fejlesztésekről beszéljünk egy picit. Út, járda, híd, felújítások. Mennyiben sikerült előrelépni az elmúlt bő 4 évben ezen a területen? Én amit a város gazdálkodás területéből kiemelnék, az a járda fenntartás és a játszótereknek a karbantartása és a fejlesztése. Szerintem az egy óriási szám, hogy 64 darab jelentős, nagyobb járdaszakaszt fel tudtunk újítani ebben a ciklusban eddig, mert most 24-ben nyilván szeretnénk ezt folytatni. Nagyjából olyan 100 milliós nagyságrendben tudtunk forrásokat költeni az elmúlt években egy-egy jelentősebb szakasznak a felújítására. Most, hogy mondjak egy másik területet, ne a Derkovicsot, például a Károly Róbert utcába egy jelentős útszakasz újult meg, de a Csónakázótónál is sikerült. 64 járdán kívül, amiben van egyébként betonlapos, tehát nem csak aszfaltos járdákról beszélünk, 3 gyaloghidat is sikerült felújítani, ezek is fontosak voltak. Mondok egy példát, a Fürdő utcai, ahol a teljes szerkezetet sikerült megújítani. Ugye ezek inkább fenntartási feladatok, hogyha úgy nézem. És ugyanilyen infrastruktúrális fejlesztés volt az, hogy 54 játszótéren tudtak egy jelentősebb karbantartást elvégezni a Szompark munkatársai az elmúlt 2 évben. Itt volt, hogy padot kellett cserélni, játszóeszközt kellett cserélni, de mindig megújították, frissítették nyilván a játékteret, a kavicsos felületet, a szegélyeket, elvégezték a biztonsági felülvizsgálatot, pótolták az ütéscsillapító felületeket, és ami szerintem egy fontos, hogy 4 jelentősebb játszóteret is fel tudtunk újítani ebben a ciklusban. Amit én kiemelnék, és tudom, hogy a város egyik legkedveltebb játszótere lett, az a II. Szent János Pál pápa körülton található játszótér, de említhetném, és akkor ez plusz egy a Kressz Park víztoronynál lévő játszótérnek is egy kicsit a felújítását, ahova azért kerültek olyan játékelemek, ami szerintem ott nagyon nagy népszerűségnek örvend azon a környéken, de volt az Uladik lakótelepen, a Jóskarola lakótelepen és a Derkovicson is játszótérfejlesztés, ahogy kisebb összeget
Ja, azt szokták mondani, hogy ha tudunk, akkor segítünk, tudtunk szánni a Petőfi telepi játszótér megújítására is. Ott például a polgármester úr a keretéből, én meg a fizetésemből is ajánlottam fel plusz forrást azért, hogy azt ott meg tudtuk valósítani. Szerintem jó úton járunk ezekben a témakörökben is. Azt szoktuk mondani, hogy a város üzemeltetés egy olyan terület, amihez mindenkinek van hozzáfűzni valója, általában nem dicsérni, hanem kritikai részről szoktak hozzá észrevételeket megfogalmazni. Ez így is van jól, mert akkor lehet ezeken a területeken javítani. Sosem lesz tökéletes, hiszen mindig fog az ember találni egy olyan pontot, egy olyan utcát, egy olyan területet, ahol éppen még nem vitték el a falevelet, vagy éppen lassabban halad a hóeltakarítás. De én azt hiszem, hogy sokat fejlődtünk, és megvolt hozzá az elképzelés, hogy mi az, amin fejleszteni kell. Tehát például a parkfenntartás területén az elmúlt években 169 millió forint értékben tudtunk gépfejlesztést végrehajtani. Ez szükséges volt ahhoz, hogy minél intenzívebben tudjuk ellátni ezeket a feladatokat. A két nagy feladat az a fűnyírás és a lombhúzás. Rendelkezik most már a cég olyan eszközökkel, amikkel egyébként az előző 10 évben nem rendelkezett. Most azért fel tudtuk olyan eszközökkel szerelni, hogy jobban tudunk alkalmazkodni az időjárási körülményekhez. Mert azért azt látni kell, hogy májusban, amikor mondjuk leesik egy jelentősebb csapadék, akkor azért, akinek van telke, az tudja, hogy azért akkor intenzívebben nő is a fű. Tehát próbálunk az éghajlathoz alkalmazkodni, olyan eszközöket sikerült vásárolni. Ez igaz a lombeltakarítás időszakára is, mert azért most, amikor láttuk, hogy igazán nagy fagyok voltak, akár már decemberben is, meg most januárban, akkor például a lombot azt akkor lehet összeszedni, amikor ugye már elkezd jelentősebb 2-3 napban plusz fog lenni. És akkor a nagy esőkről nem is beszélünk, ami nyilván nehezíti ezeknek a munkáknak az ellátását. Én azt látom, hogy a humán erőforrás kérdése mindig az, ami a városgazdálkodásban lassítja a folyamatot. Tehát gondolok itt a damilos fűnyírásra, a köztisztasági kézi munkaerős feladatok elvégzésére. Ez országos szintű probléma, hogy munkaerő hiány van ezekre a feladatokra, ezért nagyon fontos a gépesítés. Nem árulunk zsákba macskát, ezt más városok is megteszik. Itt azt gondolom, hogy ez a 170 millió forint, amit parkfenntartásra költöttünk, és körülbelül 40 millió forint értékbe költött a Szova is, inkább 50 az elmúlt években köztisztasági gépek vásárlására. Kettőt kiemelnék, két utca seprőgépet is sikerült vásárolnunk, amivel ugye nem csak járdát, hanem kerékpárutat és utat is tudunk takarítani. Tehát ezekkel a fejlesztésekkel azt hiszem, hogy jó úton járunk. A másik nagy terület pedig a közösségi közlekedés, ami azt gondolom, hogy jelentős eredményeket tudtunk elérni. Hát én azt kell mondanom, hogy 2022. január óta szerintem a korábbihoz képest egy európai színvonalú közösségi közlekedést tudunk megvalósítani. Ezt azért merem mondani, mert vadonatúj buszokkal működik a szolgáltatása a Blagusagora Hungary Kft. Által, amelyek alacsony belépésűek, klimatizáltak, megfelelnek az Európai Uniós környezetvédelmi előírásoknak. És csak egy érdekesség, az azt megelőző időszakban, amikor a Volánbusz volt a szolgáltató, a buszok átlag életkora 16 év volt, a legidősebb busz, csuklós busz az pedig 30 éves volt 2022-t megelőzően, tehát óriási az előrelépés. És akkor gondolok itt az utas tájékoztató rendszerre, arra az applikációra, aki már okostelefont használ, vagy éppen otthon belép az interneten, és meg akarja nézni, hogy a lakóhelyéhez, vagy a munkahelyéhez kapcsolódóan hol tud a legkorábban felszállni, hol tart az a busz, amire fel akar ülni, hogy tud csatlakozni. Ez egy óriási fejlesztés, ez az applikáció, ez a Szavária utas. Ha még nem töltötték le, akkor töltsék le és használják. És még egy fontos mondat, az, hogy nem változott a jegyek és a bérletek ára, tehát, hogy ugyanazon a szinten van, nem volt jegydrágulás és bérletdrágulás, az szerintem megint önmagáért beszél. Ez többször elhangzott, hogy utasbarát módon változott a menetrend is, és újítást is terveznek, hiszen éppen a tegnapi napon volt erről egy sajtótájékoztató. A menetrend az megint egy olyan kérdés, azt hiszem, ahol mindenki számára jó menetrendet nem lehet alkotni, mert
azt nem szerintem senki nem tudja vállalni, hogy mindig ugyan ott álljon meg, tehát hogy mindenkinek az A pontból B pontba legfontosabb pontig jusson el a busz. De önmagában azt hiszem, hogy a Blagu sokkal innovatívabban áll a menetrend módosításokhoz és a menetrendhez is, mint a korábbi szolgáltató. Évente egyszer szokott általában menetrend változás lenni. Én azt látom, hogy a szombathelyek jobban kedvelik ezt a menetrendet. Csak egy példát mondok, az idejében rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, hogy a Jáki út és a temető környékére a Derkovics lakótelepről és a Jóskarola város részről közvetlenül el lehet jutni. Ez komoly igénye volt a szombathelyieknek. Hát én amióta képviselő vagyok, azóta találkoztam ezzel a problémával, úgyhogy örülök, hogy ezt sikerült megvalósítani. És igen, tegnap polgármester úrral közösen jelentettük be, hogy polgármester úr előterjesztésére, amennyiben a közülés elfogadja és elfogja, mert az ilyen Szombathely Egyesület támogatására mindenképpen számíthat. Ez az elképzelés, úgy megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy áprilistól miként lehetséges az, hogy 16 éves korig ingyenesen lehessen használni Szombathelyen a közösségi közlekedést. Azt szeretnénk, ha minél többen szállnának ebből a korosztályból a buszra, ebből a korosztályból is. Ez egy jó módja, hiszen azért fejlesztjük a közösségi közlekedést, hogy minél többen használják. A másik terület, amivel behatóan foglalkozik polgármesterként, az a kultúra. És azért az elmúlt 4 évben nehezített pályán mozgott ezen a területen a város, hiszen volt Covid, volt energiaválság, intézménybezárások. Mégis hogyan értékelhető ilyen szempontból ez az eltelt bő 4 év? Kulturális szektort nagyon eltalálta a Covid és az energiaválság. Viszont én minden elismerésem a kulturális közművelődési művészeti területen dolgozóknak, mert amikor online térbe szorultak, akkor is nagyon kreatív, jó ötletekkel sikerült tartalmakat és szórakoztató élményeket biztosítani, akár hogyha most Szombathelyt nézzük a szombathelyiek számára, és szerintem az egy óriási dolog, hogy országos szinten elismerik a szombathelyi kulturális életet. Friss hír, hétfőn vettük át Pannonhalmán a könyvtár igazgatónőjével és az Agora igazgatójával azt a két magas miniszteri szakmai elismerést, amivel igazából mindkét cég és intézmény összes dolgozójának a munkáját elismerik. Én itt is szívből gratulálok nekik ehhez. De gondolhatnék a Vörös Sándor Színházra, akik rengeteg díjat és elismerést gyűjtöttek be az elmúlt években, akár a művészeik, akár egyébként az előadásaik által. Úgyhogy jó szombathelyinek lenni, amikor ezekkel az eredményekkel találkozunk, és azért fejlesztések is voltak. Tehát én azt gondolom, hogy a ciklus legnagyobb kulturális fejlesztése az a Vasiskanzenben található Szima Malomnak a felújítása volt. Ugye itt 80 millió forintból sikerült főként pályázati forrásból megújítani a Szima Malmot, ami tulajdonképpen egy új kiállító térként is üzemel, ha úgy veszük, múzeum a múzeumban jött létre, és én azt hiszem, hogy fontos a képzőművészet erősítése is a városba, hiszen azért Szombathely Derkovics Gyula szülőváros, ezt ne feledjük, idén 130 éve született a magyar képzőművészet meghatározó alakja, aki ugye posztumusz Kossuth díjas művész is volt. A képtár egyébként egy jelentős kiállítással fog megemlékezni az ő munkásságáról. De ugyanígy azt hiszem fontos, hogy új fesztivál alapköveit is letettük. Említette, hogy sikerült egy új fesztivál alapköveit is letenni. Ez leginkább talán a nyári hónapokra vonatkozott ez a programsorozat. Mi volt itt a törekvés? A szombathelyieknek volt egy olyan mondásuk, hogy hát nem érdemes itt maradni nyáron, mert hogy nincs elég program, menjünk el nyaralni. A szervezők meg azt szokták mondani, hogy ne csináljunk programot, mert mindenki elmegy nyaralni. Na hát így nem lehet, azt gondolom, programokat szervezni, és nagyon örülök, hogy közös csapat munkaként a közművelődési szervezetekkel sikerült abban megállapodnunk, hogy igenis csináljunk programokat nyáron. Így indult el az Érezd Szombathelyet program sorozat, ami nyáron nagyon-nagyon sok kulturális élményt adott a szombathelyieknek. Gondoljunk csak az emlékmű domb alatti kertmozi hétvégékre, a Ferences kertben megvalósuló piknik koncertekre, de a Csónakázótó szigetén, a víztoronynál gyermek, egész napos gyermekprogramokat szervez
az Agora Szavária Kulturális Központ, és akkor nem beszéltem még a Városházán lévő ingyenes teraszkoncertekről, vagy az utcaművészeti hétvégéről. Ez egy nagyon sikeres program, igény van rá, tehát folytatni kell. Nagyon örülök, hogy meg tudtuk ezt ebbe a ciklusba csinálni. És ugyanilyen fontos kérdés a Bloomsday. A Bloomsdayt ugyan 1994 óta ünnepeljük itt Szombathelyen, de az elmúlt 3 évben sikerült egy igazi kortárs összművészeti fesztiválá varázsolnunk, koncertekkel, irodalmi felolvasásokkal. Annak idején, amikor megújult a múzeumi negyed a Rákóczi Ferenc utcába, én úgy hiszem, hogy az volt az elképzelés, hogy töltsük meg tartalommal. Ezért is költöztettük át a Bloomsdayt erre a területre. Ugye ilyenkor mindig átváltozik Leopold Bloom sétánnyá ez a terület. Óriási siker volt tavaly a Bloomsday, és azt hiszem, hogy van egy nagyon komoly kulturális értéke is, hogy olyan freskókat kezdtek el megfesteni magyarországi és ír művészek az ír külügyminisztérium és az ír nagykövetség támogatásával, amelyek a Bloomsday Ulisses egy-egy fejezetét mutatják be. Ugye 18 freskó fog elkészülni, 6 készült el. Ha ez megvalósul, ez Közép-Európa legnagyobb kültéri kiállítása lesz, ami egy újabb turisztikai attrakció lesz Szombathelynek. Idén 3 napos Bloomsdayt tervezünk, az ír nagykövettel már egyeztettünk erről. Azt gondolom, hogy ez a városnak egy kulturális, nemzetközi kitörési pont. És közeledik a választás, június 9-e. Arról beszéltünk, hogy a választókerület határa kiszélesedik, és azt is tudjuk a polgármester úr bejelentése óta, hogy újraindul a 4-es számú választókerületben. Ez nem is volt kérdés? Azt hiszem, hogy annyi feladat és program ötlet van, hogy én ezekben szeretnék részt venni, és szeretném megvalósítani, és nekem tényleg szívügyem a Derkovics, tehát ezt nem csak mondani szoktam, hanem amikor én ott sétálok, vagy ott szoktam futni, hobbifutó vagyok, a csónakázóton szoktam futni, és akkor utána betérek a lakótelepet is körbefutom, akkor mindig azért az egyik szememmel azt figyelem, hogy hol van valami olyan probléma, vagy hol kéne valamit megoldanunk. Nem volt kérdés. És nagyon örülök annak, hogy polgármester úr és az ilyen Szombathely Egyesület támogatására számíthatok. Én számomra sosem egyébként a pártpolitika volt a fontos, hanem a város résznek a fejlesztési érdeke és az ott lakóknak a képviselete. Én így kívánok dolgozni, és így fogok a jövőben is, és ehhez kérem majd a lakóknak a támogatását személyesen és a következő hónapokban. A beszélgetés során sok ponton említette, hogy a jövőben mik a tervek. Foglaljuk össze esetleg, hogy melyek a programjának a sarokpontjai. A lakótelepi részen feltétlenül a parkolóépítés, tehát ez a legsarkalatosabb. Nyilván az Európai Uniós forrásokra várunk, ebben számos parkoló terv és elképzelés van, de idén szeretnénk még más forrásból is parkolóbővítéseket elvégezni. A legfontosabb a Szürcsapó, ahogyan említettem, 4, 6, 8 és a Benedek-Elek utca környékén lenne. Itt van külön egy parkolóterv a Szürcsapó környékén és a Benedek-Elek utca mögötti területen, ahogy a Bem József utca mögötti buszfordulót is át lehet alakítani, illetve a Váci Mihály utcába, és megkezdeni a Szürcsapó és az Engelsz közötti utcák átfogó felújítását. Az Akacs Mihály lesz az első a Hargita utcáig, ahogy említettem. Itt szeretnék azért ezeknél az utcáknál a forgalmi renddel is foglalkozni, mert jelentős igény van rá a forgalmi rend változtatásokkal foglalkozni. Ahogyan említettem, a Patak utca és a Dr. Szabolcsban lévő parkolási problémáknak a megoldását. Ezek azt hiszem a legfontosabb pontok. Én arra hívom az ott élőket, hogy fejlesszük a 4-es számú választókörzetet közösen a jövőben is. Elkezdődött már a kampány, illetve az ismerkedés az új utcákban lakókkal? Hát én azt mondanám, hogy én mindig ott járok, tehát hogy nyilván nekem az egy heti legalább egyszeri-kétszeri programom, hogy végig sétálok a közterületeken, játszótereken, a régi területen, most már az újon is, és ott beszélgetek az emberekkel. Igen, tehát én azt gondolom, a magam részéről készülök, bemutatkozom, és készítem elő, hamarosan el fogok indulni már a konkrét választási programommal is bemutatkozni. Az esélyekről lejtsünk még egy kis szót, hiszen az ilyen Szombathely népszerűsége a legutóbbi mérések szerint igen magas.
Hogy látja az esélyeit a választókerületben, illetve okoz-e gondot az, hogy még nem ismert az ellenfél személye? Én megmondom őszintén, hogy nem foglalkozom azzal, hogy kiindul, biztos fog valaki indulni. Nekem az a fontos, hogy mit gondolnak az ott élők, hogy nekik milyen ötleteik vannak, hogy ővelük közösen milyen programokat tudunk megvalósítani, milyen fejlesztést kell minél előbb elindítani. Én így dolgoztam 2014-ben is, 2019-ben is, az elmúlt 10 évben, és így fogok a jövőben is. Győzelem esetén vállalna a polgármesterséget továbbra is? Amennyiben a polgármester úr felkér, úgy igen, de nagyon köszönöm az elmúlt éveket. Jó volt, megtisztelő ezt a feladatot végezni Szombathely egyik alpolgármestereként. És bízom az itt élők, a négyes számú választókörzetben élők támogatásában, és úgy hiszem, hogy a városvezetés is mindent elkövetett az elmúlt években. Csak azt nézem, mi a szombathelyek számára a legfontosabb, jelentős útfejlesztések valósultak meg az elmúlt években, és ezt a munkát folytatni fogjuk. Én Horváth Csoma alpolgármester úrnak, önkormányzati képviselő úrnak köszönöm szépen a beszélgetést, és további jó munkát kívánok még arra az időre, ami a ciklusból hátra van. Köszönöm szépen, és nagyon köszönöm a meghívást és a figyelmet is. Önöknek, kedves nézőink, pedig a figyelmüket köszönöm. Jövő héten is jelentkezünk fogadórával, tartsanak akkor is velünk. Viszontlátásra!